hagyd veszni gyermekkori álmaidat. Csatlakozz te is az FKF csapatához. Tegyünk együtt környezetünkért. Jones Way. Jószerszámot csak egyszer veszel. Kivezet? Kivezet? Bencike vezet. És mit vezet? Bencike a saját MX-ötösét vezeti, de ez most nem egy live test lesz. Ez most nagyon nem egy live test, ugyanis a Bencével, aki most fölvett engem, leveszem a sapkát, hogy ne legyek illetlen. Hogy új sérője van Bencének. Ugye aztán nem látszik, de tényleg úgy. Szóval jegyezzétek meg a dátumot, március 23-25. Ez az AMTS jövő évi dátuma. És miért mondom ezt? Azért mondom ezt most, mert Budaörs felé megyünk éppen egy olyan helyre, olyan srácokhoz, akik elkészítik reményeink szerint azt a gépet, illetve azt a szimulátort. Jó mondom? Elkészítik azt a szimulátort, amit aztán ti is kipróbálhattok a Speedzone standon, a 2018-as AMTS-en. Nézd ezt a srácot, azt hasonlít a Viktor bácsira 15 évvel ezelőtt. Ugyanúgy jár, látod? Kísért minket. Szóval elkészítik azt a szimulátort, amúgy profi cégről van szó, mert profi csapatról van szó, amit aztán ti is kipróbálhatok, ami természetesen nem lesz más, mint a narancsárga csapatos merci. Hát nem lesz könnyű a feladat, meg ugye az időszűke is egy picit ellenünk dolgozik, de meg fogjuk oldani. Ott lesz kitéve az autó, aztán ha van kedved, meg van türelmed kiállni a sort, akkor kipróbálhatod te is, hogy milyen vele csapatni. A hátam mögött szimulátor Szabi és szimulátor Laci készülnek, mert komolyan veszik a feladatot. Hát ugye több nehézség is fölmerül rögtön így az elején, amire nem is gondolnátok. Ugye alapvetően az összes elérhető adatot, amit tudtam, vagy az autó építése során világos lett, vagyis hogy is mondjam, meg tudtunk mérni, azt elküldtem nekik, és hát ugye keresni kell egy alapvetően nagyon hasonló platformot, egy úgynevezett modot, hogyha az Assetto Corsáról beszélünk, vagy bármely más szimulátor szoftverről, amelyet aztán lehet módosítani, mert legyártani egy teljesen újat, az nagyon-nagyon sok idő, meg pénzerről már beszéltünk is. Ugye régen ez úgy működött, amikor még Jézusom ezelőtt 1200 évvel csináltunk autókat az akkori szimulátorokhoz, hogy lényegében egy egyszerű drótmodellt kellett megépíteni, ráhúzni a textúrákat, amiket akár magad is bevihettél, úgyhogy fotózgattuk az autókat, és akkor nagyjából úgy, ahogy mozgott, de hát azok nagyon kezdetlegesek voltak, azok a szimulátor szoftverek, főleg maga a mozgató motor, meg a fizikája egy maihoz képest. Ma már ilyen dummy-kat használnak, amik térben elhelyezett objektumok, és ezek egymáshoz viszonyított mozgását szimulálja maga a szoftver, de erről majd a Laci vagy a Szabi bővebbet fog tudni mondani. Na most az, hogy dummy-ból megépítsünk egy V202-es mercit, az rengeteg munka, meg rengeteg pénz, úgyhogy egyszerűbb. Ennyire ennek megvan a hátulütő, hogy nem lesz kívülről látható az autó, de hogyha fejünkön van a VR sisak, akkor úgyse kívülről nézzük az autót. Akkor mindegy is. A belsejére meg nem adunk. Szóval egy arra leginkább hasonlító, nyitott, modifikálható modell kell, amit aztán adaptálunk azokkal az értékekkel, vagy azokhoz az értékekhez, amiket én megadtam a srácoknak. De mindjárt beszélünk velük. Itt a Laci. Ő a Laci. Igen, ő itt a szenyor. Szevasz, Lacika. Szevasz. Ő meg itt a Szabi, aki most Hello. Már éppen hergel. Szevasz, Szabi. Szóval, ugye én elküldtem Szabinak, de te is láttad azokat az adatokat, amiket tudok az autóról. Mi ebből neked a legfontosabb ahhoz, hogy nagyjából megközelítőleg, vagy arra tökéletesen pontosan le tudjuk szimulálni a narancsárga csapatos mercit? Amiről én kiindultam, az a súlyelosztás, mert az autónak a fizikája, az a fizikája. Másod részben pedig ugye a motor, illetve azoknak az adatai, a nyomaték, a nyomaték görbe.
Szerintem a súlyelosztás volt a legfontosabb, amivel én kiindultam. És találtál olyan autót, ami hasonlít rá súlyelosztásban? Mert ugye... Hasonlót találtam, ami viszont súlyban nem, tehát nem ugyanilyen sokkal könnyebb autó, viszont az elosztásban, ugye a súlyt azt elképzelhető, hogy tudjuk változtatni, ez a súlyelosztásban nagyon hasonló. És mi az? Az RX-7-esnek volt egy modellje, ami ugye az ott neked legyen. És ha létezik autó, ami távol áll, ugye a limuzin célverszítő, az az RX-7-es. De várjátok, az elején már itt megpedzegettem a nézőknek, meg a Bencének is, hogy most már ugye úgy épül fel egy 3D modell, nem úgy, mint régen, hogy egyszerűen poligonokból összerakod, ráhúzod a textúrát, aztán kész, már lesz valami. De várjál, ezek mindenképpen poligonok maradnak a végén, tehát a végén ezek poligonok lesznek. Csak hát jóval több, mint régen. Így van, tehát igazából a technológia az, hogy poligonokra húzunk rá egy textúrát, az nem változott, csak az eszközök, hogy hogyan tudjuk ezt hatékonyabban, meg sokkal jobb minőségben előállítani. De ennek a fizikája igazából az alapjai az ugyanazok maradtak most is. Ezért jött elő ez a probléma, hogy egy rendesen megépített ilyen mod, vagy... Hát figyelj, nulláról felhúzni egy autót, úgy, hogy nincsen hozzá CAD információ, meg semmiféle alapunk, az több hónapnyi meló. Úgyhogy az nem fog elkészülni arra... Nem, hát figyelj, nem is ez volt a cél, ezt mondtam is, emlékszem még a telefonban, hogy kicsit félreértettük egymást. Nyilván szép lett volna, de alapvetően egy meglévő modellt kéne modifikálni. Hát keresünk valamit, modifikálni. Ami kb. Hasonlít, húzunk alá egy fizikát, ami szintén amennyit tudjuk belüljük pontosan, de eldőlni az a... Tesztpályán fog eldőlni, hogy akkor az most mennyire jó. Arra viszont időnk van még, mert ugye március 23-25. Addigra valamit összerakunk, ami nagyjából hasonlít, vagy ha sem mákunk van, akkor akár ugyanaz is. Illetve ami még kényes pont lesz, az a gumi. Gumifizika. Az egy külön sztori. Igen, mert az ugye állalag jól le van szimulálva, mert ezekben hát a hát igen, de ugye minden gumi tök más. Így van, mondjuk a 18 éves téli kőkemény kormoránnal nem tudom, hát van-e. Így van, nem tudom, meg kell nézni, hát van egy adatbázisban. Úgyhogy, és igazából a kocsi fizikának hát a 30%-a csak a gumi múlik. Igen. Hát C-s teherautógumi, az van hátul. Elől mondjuk tudom, hogy ott elől egy szemiszlik avon van, úgyhogy ez egy aránylag, sőt az nem, hogy aránylag, hanem az vatta új. Azért komoly pénzt tettem, hogy az eleje az fogjon, a hátulja meg ne. Először is tetszéssel kell kezdenünk, hogy amit találunk erre alkalmas autókat, azokat végighatjuk a pályán, és amikor azt mondjuk, hogy na, ez kb. Úgy alapvetően jónak tűnik, akkor arra neki esünk. Tehát mindenképpen a tesztelésen múlik az első lépés is. E36-os BMW-ből van minden, gondolom, ezekhez a szoftverekhez. De ebben nagyon sokat tudsz nekünk segíteni, hogy beülsz, és azt mondod, hát próbáljuk ki, hát hogy figyelj, hogy végig fogjuk kísérni ezt az egész folyamatot, hogy nyilván nem akarlak föltartani titeket, de beszéljünk még egy kicsit a gépről. Szóval ez abszolút a saját fejlesztésetek. Milyen kormányt használsz, ezek G29, 27 vagy? Hát az idő nagyon régen volt már. Ez nagyon régen volt már. Most már profik vagyunk? Így van. Ez egy, hát... Hát én nekem még G27, az még leragadt otthon, de nyilván ez már egy kicsit ipari szintű felhasználás. Így van, ez egy ipari szervomotor, amit a szimulátoron láttok. Ez 1000 wattos és 20 Nm tud. Tehát tudjuk szimulálni azt is, amikor falnak mész, eltörje a kezedet. Az a része is megvan, így van. Hát azon igyekszünk, hogy a valós autósportból szedjünk át lehetleg minél több alkatrészt, és azt kössük össze a PC-vel. És akkor összeáll az egész cucc, ezt mondjuk, ha ti el akarnátok adni, vagy hát áruljátok. Hát igazából el is akarjuk. Ha én azt mondom, hogy de elférne nekem ez otthon a nappaliban, nyilván a feleségem most hasít csíkot a hátamból. Ha nem férne, akkor kicsit tudok rajta kompani. Akkor ez így mondanátok rá egy árat, akkor ez mennyi lenne, így ahogy van? 20 000 euró. 20 000 euróról indul a dolog, de abban már benne vannak a monitorok, meg a VS-nek is? Mi komplet gépet árulunk, vagy adunk el, mozgással együtt, három kijelzővel, beállítva, pulcsra készen. Milyen hardware mögötte, milyen gépet használtok? Gondolom PC alapú? PC alapú, Windows, van mögötte egy i5-ös KS processzor, tehát egy 26-ó proci, videókártyából egy GTX 1080. Egy? Most egyelőre egy, a 2 a 3x4K-hoz kell. Aha. Ezzel is tudja ez az egy kezelni az Oculus-t is, meg mindent? Uh-huh. Meg közben ki tudja adni a képet is? Így van. Meg hát persze minél több RAM, egy komoly hűtő.
Meg rengeteg USB. Gondolom azon kommunikál különben. Így van, minden USB. Na Bence, próbálj ki. Melyik ezt, vagy azt, vagy melyik? Hát figyelj, ezen most még nincs rátéve a Rift, ehhez mondtam, hogy kell kb. 10 igen. perc, de szerintem menj egy pár kört először így. Jó. Jó, nézd meg, hogy maga jó. a technika az mennyire fekszik ez neked. Ez most egy E30-es BMW belső, csak onnan tudom, hogy ilyen nem is volt. Tudunk állítani az ülésen? Jobb oldalt van itt ez a kar, az erősen húz meg, lőd az ülés távolságot. Nagyjából így jó. Na hát akkor padlógáz ablaktörlő. Milyen diffink van? Házműves peres, de ezt most nem tudom neked fejből megmondani. Na mindjárt menjünk ki egy. Jöjj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 j
Túl nagy az erő, ami a kormányon van. Lejjebb vegyük? Csirkemúrba? Nem, ennyire nem húz vissza. Oké. Okay. Figyelj, csak pár kattintás. Várjál még. Szóval, hogy már. Hát fura. Szerintem puha egy kicsit a futómű is. Jaj. Túl nagy az erő a kormányon, és valahogy nagyon keveset fordul. Keveset fordul? Aha. Túl nagy szögre gondolsz? Nem, hanem az áttétel. Az áttétel. Vegyük az áttételt nagyobbra? Igen, hogy több, mert nagyon, szóval nagyon direkt a kormány. Jó, oké, semmi gond. Ahhoz képest. Semmi gond. Na, tessék, Bence, ott az. Nem tudod, egy négyhengeres M3-mal. Ami nyilván manapság már vétek erre használni, de hát a játékban minden megengedett. Ezért jó a játék. Mondjad közben, mit csinálsz, mert... Hát most alácsalok az áttételnek. Ugye most be van lőve az, hogy a kormány mennyit fordul, és igen, a valóságban is, hogy a játék mindenki érzékelje. És hogy most alácsalok kicsikét, azt mondtam, hogy fölfelé lefele kell. Nézzük meg, hogy így fog-e az áttételed. Hogyha túl érzékeny, akkor jó, akkor fölfelé. Magasabb, jó felé álljál. Jó, jó az. Tegyél már egy másik autót, valami hathengerest, vagy nem tudsz? Hát figyelj, valami, ami, mit van? Ami gyárilag van drift, mindjárt leszűrünk itt. De nem baj az így gyakorolni. Figyelj, igazából ők vannak. Tegyél el 90, tegyél V8-as M3-ast. Jó. Mert ugye annak a nyomatéka aránylag magas. Hát és... 400 Nm-es. Igen. Jó lesz, próbáljuk meg így, ugye ez egy gyári M3. Jó. Ó, de nagyon szép! Mindig nagy a kormány áttétel. Te túl direkt? Ennyire nem durva egy szervó. Várj, lejjebb veszem a... Várj, maradj, most már... Erőt veszem lejjebb. Ennyire nem durva a szervó a mai autóban. Most jobb? Egy picit, igen. Még lejjebb vegyem? Nagyon-nagyon direkt, szóval picit mozdítasz és... Picit mozdítasz rajta. Így jobb. Így jobb lesz, igen. Most ugye próbáljuk megtalálni azt a viszonyítási állapot, amiből ki lehet indulni. Egyelőre messze vagyunk, de közelítünk. Ugye alapvetően ezek a szimulátorok inkább a pályaversenyzésre vannak kitalálva, és azok a drift autók, ez az én véleményem, mondom, én keveset egyáltalán nem driftelek szimulátorra mondhatni, ellenben versenyzem, ellenben sokat. Kicsit, hát olyan szimulátorosra, videójátékosra vannak belőle, főleg a kormányátétellel, meg a gázreakcióval, de szerencsére nagyon egy hullámoszon vagyunk a tekintetben, hogy merre kéne elmozdulni.
Ennek a futóművőnek kellene szerintem egy fokkal jobb. Tudod, mi az, van ez a, hát az utánfutás miatt, ugye van ez a nagyon nagy kormány visszatérítő erő, ami igen. miatt igyekszik az autó egyenesbe jönni, és az itt nagyon sok. Figyelj, csak van egy olyan opció ebbe a szoftverbe, ami direkt ilyen drift módban, drift módra az hangolja a force feedbacket. Én speciál nem szerettem, de nézzük meg, hogy neked fekszik-e, mert ez ilyen ízlés dolga. Hogy tud, nagyon-nagyon nagy az utánfutás, és nagyon gyorsan akár visszajönni mindegyik autó na, egyenesbe. Ezt nézzük meg. Alulkormányzottság effektus? Így van, nézzük meg, hogy ez neked segít, vagy ront a helyzetedön. Maradjunk ennél. Javátlan azt látom, hogy túl sokat kormányzol ellen. Tehát azért csapád, azért szólik ki driftből, mert túl sokat kormányzol ellen. Ami viszont nagyon érdekes, hogy a sebességek, tehát az utcai tempóhoz képest gyorsabban történik, tehát gyorsabban reagál a kormány. Azért próbál István többet kormányozni, mert sokkal gyorsabban kapja visszajelzést. Mert különben amúgy az utcai autó messze nem, még a versenyautó se ilyen direkt. Na, ez jobb lesz. Ez jobb lesz, ezt már látom. Jobb lesz ez. Na ez, így, ez a visszapörgetés, ez hiányzik. Még mindig sok, de alakul. Igen, teljesen más most a szervó. Igen, ez egy másik fizika. Abszolút. A szégyenteljes beégésünk, szimulátor drift beégésünk újabb állomásához érkeztünk. Így, Szabisz, segítsé. Na, tulajdonképpen az van, Bence, hogy... Kicsit meghúzom a fejeden? Aha. Zseniális, amint a szemed megtalálja a fókuszpontot. Várjál, okay. Itt vagyok. Figyelj, a fejed jó helyen van a gépben? Azt mondd még meg nekem, nem vagy túl leül, hátul? Nem. Jó helyen Ennyire van? Szeretem ezt a kockás üléskárpitot. Most jó? Jó, hát. Ha nem homályos? Próbáljuk ki. Jó, most csak te fogod hallani. Kuplungom az van? Van. Ha. Jó, hát nagyjából ugyanott vagyunk, mint az elején, de... Na, ez a visszapörgés, ez itt rosszabb, viszont az élmény az sokkal jobb. Az anyja, hát ez nagyon kemény. Oculus Riftet minden családba. Na, ennek így van értelme, ennyit tudnék mondani. Csak szemüvegbe, majd kipróbálod magad is. Beszársz, befosol, behugyozol, érted, majd ezt kisipoljuk. Szóval elindultunk az úton, amely hosszú lesz és rögös, de ahogy Zarathustra mondja, nem csak te nézel bele a szakadékba, hanem a szakadék is belenéz a lelkedbe. Úgyhogy most még messze van az alja, de előbb-utóbb koppanni fogunk, és el fogunk érni a célig. Ez az igazi vitamin. Még itt egy kicsit a kormány körüli dolgokat, hogyha rendbe rakjuk. Akkor szerintem jók leszünk. Lacival meg a Szabival ezt meg fogjuk oldani, én úgy gondolom. Úgyhogy köszi szépen Pacsi nektek, srácok. Köszi Szabi. Még egyet. Én még felveszem ezt a szemüveget, jó? Visszajön két évig. Jó. Én meg visszamentem, jó? Oké, Bence. Szevasz. Szia. Nem akarod ezt kipróbálni? Most véged van.